Február 16-án, az összetartozás napján az Ukrzaliznicja elindította második Nyugat és Kelet-Ukrajna között közlekedő szimbolikus vonatjáratát. Az egységjárat egyszeri alkalom. Ha emlékeznek rá, tavaly is volt egy hasonló akció az összetartozás napján. A vonat akkor Mariupolból Rahóra érkezett meg. Az útvonal nem hagyományos, hanem speciális. Az első járat még a háború kezdete előtt indult, most pedig úgy döntöttek, a támadások ellenére sem mondanak le a kezdeményezésről. A fő cél az ország ellentétes pontjainak egyesítése a közös győzelem érdekében. Nekünk, vasutasoknak, akik naponta több ezer arcot látunk a peronokon, fontos, hogy az egész ország felé közvetítsük, hogy ezeket az embereket Rahón, Mariupolban, Kramatorszkban, Ungváron egyetlen cél egyesíti, a békés, boldog jövőről álmodoznak. Ezért a mi feladatunk ennek biztosítása. Feladatunk vasutasként, ukránként, szülőként az, hogy ez mielőbb megtörténjen. A jegy ára Ungváról Kramatorszkba közel 1000 hrivnya. Ez egy viszonylag csekély díj annak lehetőségéért, hogy valaki találkozhasson rokonaival és barátaival, akik valamilyen oknál fogva nem hagyhatják el ezt a térséget. Svitlana közel egy éve él Ungváron, és a teljes körű háború kezdete óta ez az első útja szüleihez. Ungváról Kramatorszkba utazom a szüleimhez, mert ez az első közvetlen járat. Milyenek a benyomásai? Szuper, klassz a vonat. Ha állandó jelleggel működne a járat, az nagyon jó lenne, hogy Kárpátalja és a Kelet valahogy össze lenne kapcsolva. A több mint 1000 kilométert a vonat egy nap alatt teszi meg. Az erre a járatra jegyet váltó utasoknak szerencséjük van. Tavaly teljesen felújították a vonatot. A háború kezdete óta az Ukrzaliznicja több mint 4 millió embert evakuált, akiknek egyharmada gyermek volt. 112 ezer házi állatot is sikerült kimenteni a harci cselekmények területeiről. Félelmetes. Mindig félelmetes, mert nem tudod, hogy visszatérsz-e. Gondolom, ön is tudja, hogy vannak esetek, amikor a kalauzok nem jöttek haza. Azaz egyirányú járat is kialakulhat. Ilyen nálunk a helyzet. Nincs alternatíva, hogy visszautasítsák? Persze van, fel lehet mondani, de kalauzok vagyunk, vasemberek, soha nem hagyjuk el a munkánkat. Tudatosan választottuk, és tudatosan is végezzük addig, amíg kell. Az ukránok evakuálásának legérzelmesebb pillanatait fényképek örökítették meg, amelyeket az ungvári pályaudvar előcsarnokában egy szimbolikus kiállításon mutattak be. Ez a kiállítás az egységről szól a jövő érdekében. Íme négy különböző ukrán fotós 24 felvétele, ami különféle megnyilvánulásokban szimbolizálja az egységet. Az evakuálás során, a támogatásban, a felszabadított területeken való találkozások során. Minden fotónak megvan a maga jelentése. Az Ukrzaliznicja speciális szórólapokat is nyomtatott, amelyeket az egységjárat megállóiban lehet aláírni. Volodimir Csubirko, a megyei tanács elnöke is kifejezte kívánságát. Az összetartozás napja alkalmából írtam, egységet, békét és győzelmet kívánok mindannyiunknak. Hogy kiolvassa majd el, valaki a járat másik végén, ahová a vonat megérkezik. Szerintem a katonáknak kellene odaadni. Ezért most a sajátomat átadom, és mindenkit arra biztatok, hogy csatlakozzanak, és írják alá. Ungváron az egységjárat 50%-ban telt meg, 9 régió halad át, és mindegyik állomáson a vasúti dolgozók reményei szerint csatlakoznak még utasok. A visszaúton az is előfordulhat, hogy nem lesz elég hely minden utazni vágyó számára. Jövőre azt tervezik, hogy egységjáratot indítanak Luhanszk régióba vagy Mariupolba.